Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igét, hogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon, Szent Háromság ünnepe utáni tizedik vasárnapon. Lukács evangéliumából van a mai igénk a 19. fejezet 41. versétől kezdve. Istenek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, tudnélik Jeruzsálemet, megsiratta, és így szólt. Bárcsak felismerted volna ezen a napon, te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemed elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik falait között laknak, és kőkövön nem marad benned, mert nem ismertet fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, és ezt mondta nekik, megvan írva az én házam imádságháza lesz, ti pedig rablók barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői arra törekedtek, hogy elveszítsék őt, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Havas és fagyos idő volt Budapesten. Olyan mínusz három és mínusz öt fok között lehetett. Fagyoskodva trappoltunk a bejárathoz, majd becsekkoltunk, és a gép felszállt. Nem egészen három óra múlva egy másik világba csöppentünk. Ahogyan leszálltunk a gépről, éreztük, hogy már a levegő is más. Egyszerre kicsit tengeri sós, és egyszerre homokos és száraz. Plusz húsz fok. Napsütés. És éreztük, hogy ez valahogyan más. Nem az időjárás miatt, hanem egyszerűen csak úgy magától mert ez egy más hely. Így történt, pontosan már így kezdődött, hogy 2019-nek a januárjában volt szerencsénk feleségemmel együtt egy pár napot eltölteni Izraelben, főként Jeruzsálemben, ami egy felejthetetlen élmény volt. És amiért ezt előhoztam, ezt a kis történetet, hogy talán egy picit mi is belehelyezkedjünk ebbe a más térbe, az azért van, mert Hagyományosan az evangélikus egyházi évben Szentháromság ünnep utáni tizedik vasárnap, ami ma van, idén ma van, az Jeruzsálem vasárnap. És hát talán amiatt, hogy volt lehetőségem ott lenni, talán ezért egy kicsit jobban kötődöm az átlagnál ehhez a vasárnaphoz. És a mai nap Jeruzsálemre szoktunk emlékezni még pedig abban az összefüggésben, hogy Krisztus után 70-ben. A római birodalomnak a hadserege lerombolta a templomot, erre emlékezünk, hogy az Isten templomát lerombolták, amiből már csak egyetlen egy fal, a nyugati fal maradt meg, amit mi magyarul sirató falnak szoktunk nevezni. És hát különös és különösen szomorú aktualitása van idén Jeruzsálem vasárnapjának, ugyanis bizony, minden bizonyal mindannyian tudjuk, hogy hogy idén tavasszal újra kiújultak a harcok a Szentföldön, nem mintha valamikor is abban maradtak volna, csak hát most intenzívebbek, mint ahogy szoktak lenni nagy átlagban, ugye hallottuk a rakétákat, meg mindent. Ma is így van ez, csak ma már nincs annyira hírértéke, úgyhogy azért nem hallunk róla itt a világnak a békésebbik felén. De hogy ott a, most tavasszal nem kezdődően, inkább folytatólagosan az ott élő népek, és egyes vallásoknak a képviselői változatos módokon próbálják újra és újra kiírtani egymást, és hát ennek lehetünk tanúi, vagy hát ennek a, egy ilyen kiemelkedő pontjának lehetünk tanúi most tavasszal. És hát mondanánk azt, hogy nyugtával dicsérjük a napot, hogy egyszer valamikor talán vége lesz ennek a dolognak, de úgy tűnik, hogy ott azon a helyen ebből a, ebben a tekintetben nincsen napnyugta. De hogy bármennyire is szomorú ez a helyzet, és én bármennyire is kötődöm a Szentföldhöz, és ezen belül Jeruzsálemhez, egy ige hirdetés nem állhat meg itt. Nem állhatunk meg itt, mert amíg csak egyrészt az ige hirdetésnek nem ez a feladata. Másrésztről pedig azért sem, mert hogy amíg egy földrajzilag és akár időben is távol lévő pontot vizsgálunk, addig hajlamosak vagyunk egy idő után megvonni a vállunkat, vagy csak rosszalóan megcsóválni a fejünket, is, inkább a hétköznapok dolgai felé fordulni, mert hát ez messze van. Nem ránk vonatkozik. És ebben van némi igazság, már mint hogyha itt megállnánk, akkor lenne benne igazság. De ugye a mai történetünk az igazából nem a távolban játszódik, sem időben, sem pedig a térben. Ugyanis ez a történet rólunk szól. Mert Jeruzsálem mi vagyunk. És akkor ezt mindjárt ki is fejtem. Kezeljük úgy a mai történetet, mint egy majdnem példázatot. Ugye mik a példázatok? Jézus nagyon színes történeteket mesélt a hétköznapokból vett példákkal, próbált meg rámutatni valamire, gondoljunk a tékozló fiúnak a példázatára, vagy a magvető példázatára. Ezek talán a legismertebbek. És ugye mondjuk a tékozló fiúnak a példázatát nézzük, akkor ott nagyon jól látszik az, hogy mi a példázat lényeg, az, hogy a példázat mindig Isten és ember közötti viszonyról szól, minden esetben. Isten és ember közötti viszonyról szól, és a példázatnak az egyes szereplői, a sztorinak az egyes szereplői megfeleltethetők a való élet egyes személyeinek, vagy az Istennek, vagy pedig nekünk, embereknek, nekem, mindannyiunknak személy szerint. Például a tékozó fiúnak a példázatában értelemszerű, hogy a, a fiú, aki elhagyja az atyai házat és messzire kerül, azok vagyunk mi, és az apa, aki minden, mindezek után és bármi után visszafogadja az ő fiát, az pedig az Isten. Hát ez most nagyon egyszerűen és nagyon tömören mondva, mert ugye nem ez a mai igénk, de használhatjuk ezt a mai történetet egyfajta majdnem példázatként, és azért nem példázat, mert hogy itt csupán egyetlen egy szereplőt kell behelyettesíteni, Jézus, aki a mai történetünknek is a főszereplője, ő marad Jézus, tehát ő rajta nem kell változtatni, hanem Jeruzsálem városát pedig kicserélhetjük egész nyugodtan saját magunkra. És hogyha ezt megtesszük, és egyfajta ilyen majdnem példázatként kezeljük ezt a mai történetet, akkor nagy kincseket találunk benne. És ezeket a kincseket foglaltam össze én most három nagyon rövid pontban, hogy mi az, amit tanulhatunk, mi az, ami ránk vonatkozhat ebből a mai történetből, ha mi vagyunk, Jeruzsálem. Ugye azzal kezdődik a történet, hogy Jézus, amikor meglátja a várost a távolból, akkor megsiratja. Miért siratta meg ezt a várost? Azért, mert ő mindent megadott ahhoz, hogy Jeruzsálem, és itt nyilván nem az utcákra, meg az épületekre kell gondolni, hanem Jeruzsálem lakóira, de Jeruzsálem nem ismerte fel őt, pedig ő mindent megtett azért, hogy ez megtörténhesse. Hogy felismerik, rádöbbenjenek, hogy micsoda áldás az, hogy, hogy közöttük jár a megváltó. Hogy ezt mondja Jézus, bár csak felismerted volna ezen a napon a békességre vezető utat. És Jézus zokok, sír. Miért? Azért, mert tudja, hogy ennek a neme fölismerésnek következményei vannak, amelyek nem erő elkerülhetők. És mi történik akkor, hogyha a város helyébe behelyettesítjük saját magunkat? Egyrésztről egy hatalmas nagy reménység van benne, az, hogy Jézus mindent megtesz azért, hogy mi felismerjük őt. Senki sem mondhatja azt ma, hogy az Isten nem tett meg érte mindent. Az Isten megtett mindent. Érte? És amikor Jézus megáll és ránk tekint a mai napon, akkor, és ő megtett mindent, amit, hogy mi fölismerjük őt, hogy ő kicsoda tulajdonképpen, akkor ő nem úgy viszonyul hozzánk, mint egy okokozati összefüggés, vagy egy személytelen gép, hanem sír. Vagy éppen nevet és mosolyog, és örül, hogyha felismerjük. Mert ő személyként közeledik hozzánk. És mindezt szeretetből teszi meg, úgy, hogy ráadásul meghagyja a szabadságunkat, hogy visszautasítsuk őt. Hogy azt mondjuk, hogy ne, bocs, nekem te nem kell lesz. Ahogy ezt Jeruzsálem is megtette. De persze mi most itt azért vagyunk, mert reménység szerint, mert hogy mi nem akarjuk őt visszautasítani. De ettől függetlenül azért a, ez a döntés a kezünkben van, és a múlt heti e, ige igehirdetési alapigéből hozok csak egy mondatot, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ez az első. Tehát Jézus sír értünk. A második, Jézus átformál. Ez a második pontunk. Jézus miután elsiratta a várost, ugye bement a városba, tehát nem hagyta magára, hogy elsíratta, aztán viszlát hanem bement a városba, és egyből a templomba ment. És mi a templom? Ugye az Isten jelenlétének a helye. És akkor történik meg, amit itt Lukács egyetlen mondattal elintéz, a templom tisztításnak ugye a története, hogy Jézus ugye kizavarja az árusokat, meg a pénzváltókat, ott a bizniszelőket a templomból, hogy, hogy hát ez az imádság háza itt, nem, nem, kéne, nem kéne ezt csinálni. És hát mi történik akkor, hogyha mi ezt magunkra vonatkoztatjuk, ezt is? Pál Lapostól azt írja, a korintusiakhoz írt első levélben, 6. fejezet 19. versben ezt írja, hogy testetek, mondja a hív embereknek, a testetek a bennetek lévő szent léleknek a temploma. Tehát nyugodtan ezt is vonatkoztassuk saját magunkra. Hogy amikor nem utasítjuk vissza Jézust, hanem behívjuk őt az életünkbe, akkor onnantól kezdve a testünk az a szent léleknek lesz a temploma. Amivel Jézus mit tesz? Megtisztítja. Megtisztítja, alkalmassá teszi. Megtisztítja, alkalmassá teszi. És nyilván ennek a megtisztulásnak vannak nem kellemes részei is, sőt egyenesen kellemetlen részei is vannak, mint ahogy minden változás hordozhat magában kellemetlenségeket, meg kényelmetlenségeket. De ettől függetlenül egy szükséges dolog ahhoz, hogy felkészültek és jól tudjunk az Isten jelenlétének hordozói lenni. Mert nem kevesebbet állít, ezzel Pál Lapostól, hát nyilván Jézus nyomán, mint hogy mi az Isten jelenlétének hordozói vagyunk. Belső megtisztulás. És ez a belső megtisztulás egy folytonos változással jár, és ez a folytonos, jó irányba történő változás az, persze nyilván lehet ebből kiesni, meg visszaesni, meg minden, de hogy, de hogy ez a folytonos, jó irányba történő változás visszállt bennünket az utolsó ponthoz, ugye Jézus sírértünk, Jézus átformál bennünket, és a harmadik pont pedig az, hogy Jézus tanít. Mi történik ugyanis a történetben, miután Jézus öm, megtisztította a templomot, leült és elkezdte tanítani az embereket? Hát most már alkalmas volt a hely arra, hogy elhangozzon a tanítás. Már felkészült a hely. És így a mi életünk is a belső megtisztulással készül föl arra, hogy startvonal lehessen. És onnantól kezdve indul el a tanulásnak a folyamata. Ugyan nagyon közhelyes akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy jó pap, Holtik tanul, de nem akarok közhelyesen, úgyhogy nem mondok ilyet. De hogy ez minden emberre vonatkozik az, hogy az egész életünkben tanulunk. És ahogyan az embernek a biológiája, a mentális dolgai, vagy éppen a kognitív, az elmebeli képessége is fejlődnek, vagy néha visszafejlődnek, van ilyen, de hogy, de hogy fejlődnek nem statikus, hanem változik, ugyanúgy a spirituális élete is, a hitbeli dolgai is változnak és fejlődnek. És az Isten bennünket felnőtt hitre hívott el. Van gyerek gyerekhit, ez nem függ a biológiától, tehát férjét és nesék attól, hogy felnőttek vagyunk, nem mindenképpen, akik felnőttek, tehát hogy attól még, hogy felnőttek vagyunk, attól még nem feltétlenül felnőtt a hitünk. Ez ettől függetlenül történik meg a fejlődés. Jobb esetben persze megtörténhet egyszerre is, de hogy, de hogy a legtöbb esetben ez ettől független. És ahhoz, hogy felnőtítünk, legyen, az nem megy magától. Ahogy a biológiánkhoz is fejlődnünk kell a mozgásban, ennünk kell, hogy nőjünk nagyra, szoktuk mondani a gyerekeknek, egyé rendesen, mert nem nősz nagyra, meg ilyenek, vagy akár a kognitív képességeink is, ha nem tanulunk, akkor az agyunk el tunyul. Ugyanúgy a lelki életünkkel is így van, naponként kell Jézus lába elé ülni és hallgatni a tanítását. És az a jó, hogy felnőtt hitünk legyen, és az a jó hír, hogy ez nem Jézuson múlik. Az első pontból ugye elmondtam azt, hogy Jézus megtett mindent, itt is megtett mindent, ezzel kapcsolatban is. Ő tanít. Kérdés az, hogy hallgatunk-e rá? Hát ugye a diákoknál is ez a kérdés, ugye lassan közeledik az új tanév, hogy beülnek az iskolapadba, a tanár mondja, csak kérdés, hogy hallgatnak-e rá? Hát, hát, ez a hitélettel is így van. Hogy az, aki Jézus mondja, az a kérdés, hogy mi odafigyelünk-e rá? És mindenre azért van szükség, most egy picit összefoglalva a dolgokat, mindenre azért van szükség, hogy ez a fajta hitbeli fejlődés, ez elsegítsen bennünket arra, hogy amikor majd ez a biológiai élet véget ér, mert hogy előbb vagy utóbb mindannyiunk biológiai élete véget ér, akkor az ne a véget jelentse, az elkerülhetetlen véget, és egy olyan láthatólatatlan falat, ami után már csak a semmi, az üresség vár bennünket, hanem ez a felnőtt hit az, amely átvezethet bennünket az örök életbe. hogy mi vagyunk Jeruzsálem ma, Jeruzsálem vasárnapján. Jézus mindannyiunkra ránk tekint, ahogy a Jeruzsálemre rátekintett. És az a vágya, hogy rátaláljunk, hogy meglássuk őt, felismerjük őt, hogy megtisztuljunk, hogy tanuljunk, épüljünk, fejlődjünk, gyarapodjunk, és végül majd az örök életben szemtől szembe találkozzunk. Legyen így, ezért imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy tanítasz bennünket, att, hogy a templom, a gyülekezet és a gyülekezetnek a közössége, az az imádság, a közösség és a tanulásháza lehessen. Amen.